Nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Október 3-án a Klauzálházban köszöntötte Budafok Tétény a kerületi szépkorúakat. Az idősek világnapjának alkalmából a Budafok Tétényi Opera és Dalstúdió művészei léptek fel, és örvendeztették meg a vendégeket ismert és szeretett darabokkal. Az önkormányzat képviseletében Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester üdvözölte a megjelenteket, beszédében kiemelve az idősebb generációk fiatalokért tett erőfeszítéseit. Biztos vagyok abban, hogy ezen a napon, kicsit megállva, valamennyien emlékeink között kutatunk, és szülők, nagyszülők alakja elevenedik meg számunkra. Az idő múlásával minden változik. De ki ne emlékezne jó szívvel nagyszülei történeteire, nagymamája finom főztjére. Azokra az emberekre, akik mindig mellettünk álltak, támogattak és szerettek. Köszönettel tartozunk önöknek azért, hogy szorgalmas munkájukkal, áldozathozatalukkal a nehéz időkben is megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyerekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyarapodhassanak. Az esemény végén az alpolgármester személyesen adta át mindenkinek a csokoládé bombomból álló ajándékokat, a köszönet és tisztelet jeléül.